Na szevasztok, hello, hello, hello! Hogy hol is vagyok ma? Hol is vagyunk ma? Pomázón vagyunk, képzeljétek el! Sokakat megzavarhat egyébként a design, hogy ugye olyan, mintha Olaszországban lennénk, de nem, de közben nem, Pomázón vagyunk, itt Pest mellett egyébként. Megint ennek a mai videónak is ez az oka, hogy sokan jelöltetek be TikTokon egy videó alatt, amit itt láthattok is, és hát írtátok nekem többen, hogy na itt van ez a pizza, hogy próbáld megenni, mert hogy mekkora, meg izé. Én megmondtam, hogy jó, itt vagyunk nem messze, Esztergom az innen körülbelül egy 20 perc autóval, szóval elég közel van. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy jó, viszont mint látjátok az idő azért nem a legjobb, itt pedig csak kinti hely van, mert ez inkább ugye kiszállítás a fő profiljuk. Úgyhogy elvisszük, ha már itt vagyunk 20 percre, elvisszük a stúdióba, és ott fogjuk megenni. Hogy miért beszélek több eszámban? Most nem mondom, hogy hülye vagyok, mert nem. Nem leszek egyedül. Többen leszünk. De ki lesz velem? Habci, Morgó, Kuka. Ja nem. Velem lesz Pupi és Tibi. A Pupi megpróbál megenni egy hatalmas nagy burgert, Tibi pedig megpróbál... Hát vajon? Nem hiszem, hogy annyira kérdéses, de helyben nekik ez a legerősebb, legdurvább, legcsípősebb pizzájuk, úgyhogy ezeket fogjuk most megpróbálni. Jó munkás ember, Tibi, úgyhogy most végez a melóba, összeszedjük és megpróbáljuk közösen mindenki a saját kis kajáját megenni a stúdióba. Bemutatom a helynek az egyik tulajdonosát, Sándort. Mekkora ez a pizza? Engem az érdekel a pizza. Csinálni fog, egy 50-es lesz, amit a Robi csinál nekünk, a pizza szakácsunk. Aha. Ő fogja csinálni nekünk, ez a legnagyobb méretű pizzánk most. Ez 57-es. Ez 51 centis lesz, így van. Mint a... Ja hát, nem, az nincsen. Más az közel van hozzá, de azt nem veszem elő, mert akkor baj lenne. Van még egy burger, mert igazából engem a burgernél talán még többen is megjelöltek, mint a hamburger, a pizzánál. Uh-huh. Van egy ilyen extra nagy burgeretek tényleg? Igen, egy saját pékségbe, egyedileg gyártott szipóba csináljuk. Mekkora az amúgy összességében? Mert én ilyen kiló másfélre satszó, nem tudom, hogy mennyi lehet. Három darab 130 g-os hús van benne, az argenti marha húspogács van benne. Mellette benne vannak az alapfalok, azt hiszem 6-700 g-os a puffancsalapból, és akkor ezek vannak benne. A savanyúság, a szószok, meg a sajt, meg a többi is. Hát akkor azért mennyi? Azért, akkor kiló fölött van azért. Biztos, szerintem. Bőségesen. Összerakhatunk a Tibinek valami jóféle, nehogy azt mondja, hogy nem gondolunk rá. Bekritizálhatjuk objektíven? Természetesen. Vagy mi is abból tanulunk. Nem sértöttök meg. Dehogy is. Jó. Jó. Akkor nézzük meg, hogy készülnek a kaják. Mennyi súlyra mondjuk ez a tésztája? Ez 1100. 1100 g-os. A tésztája csak az így több, van. Mint egy kilós? Így van. Mert látom, hogy van benne valami majoranna, vagy mi ez? Fűszeres tészánk van. Oregano? Oregano és bazsalikom. Ó. Van benne. Ezt a hátamon is meg tudod csinálni? Mióta csinálsz pizzákat? Hát 10 éve már. 10 éve? Igen. Azért ez a van sajt? Mennyi sajt van ezen? Hát 80 gram sajt megy rá. Vagyis na. Mi, akkor az, hogy izé, az nyúl, bárján most megzavarod, most a számok, én nem vagyok a számok 800, embere. 800, 800 igen, gram. 800, így van, 800 gram. Elkészítéssel egy minden, az több 2 kiló. Igen. Azért az nem rossz, amúgy. 4-1-et. Így. Jött a kolbászkarika. Speciálban mi kibának? És akkor ez így behúzza magától? Így van. A lánchoz szépen behúzza, aztán egy 5 perc, és meg is van. Meg 5 is perc? Így van, 5 percig megy a kemence, mármint a lánc. Adi pont összetudunk dobni a Tibinek valami csípőset, mit szólsz? Jó, rendben lehet. Van. Lehet, persze. Imádom a csípős sercet. Nagyon, imádom. Én szóval... is amúgy nagyon szeretem, csak már néha azért besokalunk. Ez az alapja. Nem reklám semmi. Jalapenyónál nincs erősebb paprikátok így magában nyersen? Hát nincs. Ez van, ez a jalapenyó paprikánk. Reaper, Scorpio, ilyenek nincsenek? Nincsenek. Dupla jalapenyó. Dupla jalapenyó, ez már jó. Lát, Tibi, ezt úgy érzi, mint a TikTokot.
Parancsolj! Hát jó, köszönöm étvágyat, szépen! Jó étvágyat, amit hozzá! Azt hittem, ami LCD TV lesz ez. Adután mit csinálják ezzel a dobozzal? Komolyan mondom. Rám segítek. Oh. Ki az, aki megenné, gyerekek? Már most írjátok meg! Ezt a folyta nyál a számba. Úgyhogy ezt minél hamarabb bedobozoljuk. Nagyon pupi, majd gyere utánam akkor, jó? Jó, szavasztok! Ennek csípős illata van. Hát az brutál csípős. Emeld föl, hogy fogd meg, hogy mekkora ez egy... Szabad lesz, vagy egy tányérra együtt, nézd meg! Há jó, de egy tányér az cseles, de... Én szerintem vele győzni fogok. És milyen könnyed ez emle. Hát azért ebben van kalória, pupi. Igen. Ne, ez van. Sok sikert. Meg lesz. Na, megvan a szajré. Akkor ezt most elvisszük a stúdióba, és ott megpróbálom befalatozni. Bazza, be se fér. Hello! Hello! Hi. Sziasztok! Ide varázsolódtunk a stúdióba. Itt van a kis 57-es. Én arra kíváncsi vagyok. Azt mondják, hogy ez tényleg durán csípős. Ja, és az, hogy visszanyításképp arra vagyok kíváncsi, mert itt vannak rajta úgyis ezek a távtartók, hogy mégis mekkora. Ha most ezt így befalnám. Rakd még a hamburgert is a tetejére. Na én ezt így fogom akkor befalni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha jó van. Csá! Hello! Nézzétek meg, milyen rendesek. Nekem adják az élelmüket azért. Ilyenek a jó barátok. Nem is tudják, hogy úgy jelzelnek semmit a videóban. Ja, az igaz. Nincs veszélybe a kaja. Van súlya azért. Van. Rámelegítsünk amúgy? Hát ez nem kell. Mint egy kiló szerintem. Megkóstolunk egy szeletet elfelezni? Meg kéne. Egy szeletet meg nem! Jaj, nem ilyenek áll. A jó barátok! Várattatok! Elhoztok ide a stúdióba, ez egy fél órás út volt, kicsit meghűltek a kaják. Láttátok frissen is, hogy tényleg marha jól nézett ki. Most is egyébként szerintem. Először ránézésre pontoz. Ránézésre nem életem pizzája nem fog hazudni. Szerintem se. Én egy 10/8-at mondtam egyébként. 6-ot maximum. Pupi? Figyelj, én a hamburgerrel teljesen meg vagyok elégedve, ugye én még láttam frissiben, nekem teljesen nyerő volt. Kézműves burger. Igen, ugye egyedi zsömlés, a zsömlés ugye fogtam, és az tényleg hamburger zsömle, ez itt. Nem az, amikor sok... Ne viccel, tényleg? Tényleg? Azek tényleg? Kóstoljuk meg mondjuk csak először a Tibi, mert hát az biztos jó egyébként. De legyen kíváncsi vagyok a Tibiére, csípőség. Kóstoljuk meg. Meg azt nekünk is egy szeletet, pupival elfelezzük. Na legyél már olyan genyó. Ennek az alapja tiszta chili szósz. Majdnem 70%-os. Igen, úgy kell kérni. Nem mondjuk, ami 68%-os chili szósz, ha jól emlékszek? Az alapja. Azért tényleg csíp, érződik, hogy csíp, de... Nem. Nagyon nem csípős. Nem egyet szerint. De finom. Igen, viszont finom, de csípőség, de még nem is csípős. Tényleg gyenge csípősége. Én is elkezdem ennyi, miért? Aztán közben mondja a pupi, hogy a tiéd az milyen. Azért néha figyeld a tésztát, hogy azért ez... Ennek azért tényleg van vastagsága, ez nem olyan gyenge. A tésztája egyébként jó. Azzal nem vizetkezők, de na, annyira nem ez. Nem fog hazudni. Nem, bántásból, meg ilyenek tényleg finom, nagyon jó a tésztája. Csípősségre szerintem nagyon-nagyon lájtos. Ízre mondjuk nekem ez tényleg nagyon bejön. Meg méretre is nyilván. Tényleg az, amiben bele tudsz harapni, ez a vastag ilyen jó, nem puha. Nem lóg, nem tocsog, nem izé. Ez nem tudom bazdmeg mennyire értékelni. 10/, szerintem maradok a 8-nál. 10/7 és 8 között. Én maradok a 6-nál. Nekem ízlik, annyi, hogy egy kicsit több sajtot raknék bele. De ez ugye mindenkinek saját objektív. Ki fog csúszni a hátul. Harap le. Emlékszem, volt itt egy ilyen helyi pizzériában a Lido pizza, az nagyon basic volt, sonka, sajt és ennyi, körülbelül ennyi volt rajta. És azt rendeltük egy házibulim, és ugye hát a házibuli gazdája, a házigazda így már részleg mondta, hogy mit rendeltetek ti? Bazd meg, ezzel nincs semmi! Hát ennyi erőben szóltatok volna, megkentem volna egy vajas kenyeret, bazd meg! És egyébként így mai fejjelben mondom, hogy tök igaza van, nem? Ízni nekem az nagyon bejött. Ez a chili sauce az jó. Erre is mehetett volna még. Nagyon kellemesen csípős, Tibi. Abban mindig elkezd már zsibbadni az állkapcsom a sok rágástól. Még tudod, hogy elkezdem. Nem, már most menti magát. Mit szóltok a zöld dekorhoz? Érzésre vettétek, hogy azért zöldség van a háttérben? Még abban a fázisban vagyok, hogy minél többet teszek, annál éhesebb vagyok amúgy.
Most meg ezt érzem. Ez a hagyma, ez a vegyesben van rajta a lila meg a vörös hagyma. Annyira jó ilyen karamellizált hagyma feelingje van. Hozok papírtörlőt magamnak, jó? Ott van a... azt. Megkosoltam majd a tiédet is, Miki? Nem. Én nem ezzel a technikával álltam volna neki, mint te. Mert mivel? Ráfordítottam volna egyiket a másikra, úgy feleztem volna el, és a alul is alja, fölül is alja, és úgy lehet falni. Már én pizzámat nézi, figyelj, ez meg mennyi van neki. Az egy fél szeletet majd, azért sokat belőle, mert kíváncsi vagyok, mert amúgy finom volt a többi pizzája is, nem az extra tépős, de... Nem eszem meg. Nem? Miért nem eszem meg, Tibi? Meg csicskövet. Ennyi? Figyelj, én most fél úton vagyok, én úgy gondolom, hogy... Ez megadnád magadnak már most, hogy megvan. Szerintem ez már megadható, nem? Ez megadható. Igen, nézd meg, a maga a tészta is fűszeres, oregánós. Ha nem, pupi, nézd ezt. Megy. Közben egy termet egy Kinder Bueno-s palacsinta. Termet itt a Kinder Bueno-s? Nem, mit nézett ki? Ez sem életem palacsintaja ránézés. Meg megint én leszek itt a fikázzal, hogy meg elő fogják adni, hogy a gonosz, de inkább gondolják, hogy én vagyok a gonosz, mint hogy saját magamnak hazudjak. Szerintem egy palacsintát nem nagyon lehet túl. Nem, persze, majd lehet, hogy olyan finom, hogy most hasra esek. A palacsintának a külsejének a mentségére legyen mondva, hogy ez nem így volt eredetileg föltelvarva, hogy azt nem lehet, a Tibi azért így megtévesztő lett egy kicsit, mert megkértük, hogy csomagolják át, mert ugye mentünk a Tibiért, és a Tibi miatt alakult. Értem, senki nem jött, itt hesszeltem, mire megvártalak, úgyhogy nem kell szépíteni, de senki nem jött, értem, itt dekkoltam, be kellett mennem a kocsihoz ki kellene. Ez tuti nem vágott ki, vagy. Figyelj, szerintem rossz nem lehet, hát alapból a Kinder Bueno az jó. Nem rossz kombó. Amúgy így egybe ízre. Egyébként a tészta, az viszont az én ízlésem. Nem is tudom megállapítani, hogy sós vagy édes. Nem tudom megállapítani, hogy ebben van-e valami, vagy csak Kinder Bueno. Nem csak Bueno. Én mivel nem vagyok annyira durván édes szájú, nekem ez így bejött. De ha ezt egy édességevő enné, szerintem annak hiányérzete lenne, hogy ez a Bueno mellé még valami kis nutellát, vagy valamit ez még elbírna azon az egyszeret. Kinder Bueno-n kívül. Három szelet van hátra. Egy, kettő, három. Na. Én rendes vagyok, megosztom veletek. Dehogy is, el ne higgyétek! Az a baj, hogy ebbe egy szelet az egy... az egy teniszpálya élet. Nekem volt egy kis leúró rész, azt most meg külön nem eszem meg. De. Meg kell lenni. Edd meg, bazd meg. Nyomd meg a fejét! Edd meg, bazd meg. Nem eszem meg. Edd meg, bazd meg. Kíváncsi vagyok, a pupi mit szólt. Na, érdekel, pupi. Mindjárt. Ebben még van valami plusz szerintem? Nincs, csak Kinder Bueno, én szerintem meg. Látod most a Döncének új videóját? 8 darab karolina répelt így. Természetesen nem. Senkit nem nézek, a tiédet sem nézem. Azonnal menjék. Esküszöm neked. Ó. Oh. És vág a később arra meg. Ezt köszönöm. Úgy, az is ritka. Ez gletvas! Pupinak adtam egy kis csíkot, már nem bírt magával. Nem, köszönöm. Nem kell. Nem. A front miatt úgy fáj a fejem reggeltől, úgy. Várjál. Száz kurikus lesz. Amilyen pup, mit mondasz, jó? Amúgy jó, nekem a Tibi az jobban ízlet. Szerintem még ezt megeszem, és szerintem nekem ennyi. Tessék. Hú, bazd, várj, most már elkezdett hálingérem is lenni. Nyugodjan, okány benne. Na, gyerünk, Miki. Miki, én nem hiszek benned. Én hiszek benned. Megbírod enni. Nem bírod megenni. Nem olyan, csak nem feladjuk. Már nem esik jól, megmondom őszintem. Már amúgy is elmegy, mert a pupi ered belőle. Igen, mondjuk ez igaz, akkor meg mindenkel ő. Ha kicsivel kezd, mert szarul leszel, okátsz, akkor inkább a kevesebbet okát ki. Te szarul esik a százas vagy! Majdnem egy kiló sajt van rajta, egy kiló, több mint egy kiló a tészta, ugye csak ez már két kiló cucc, és akkor még a feltét. Az a baj, hogy be is ütött a kajakóma is már. Nem ettem meg a óriási családi pizzát, sajnos. Sem. De cserébe óriási. Megkóstolom a palacsintát. Megkóstolom én is ezt a csodapalit. Amit én nem nagyon finom. Ez delicious, mert én meg se kóstoltam. De ebben tényleg van valami szerintem pluszban, nem? Ugye, ez a fehér valami. Hát nem. A fehéret láttam benne. Ugye, ez van? Na, ebben valami van. Akkor nagyon szerény a valaminek a mennyisége, mert de nem érzed ki. De pont jó. De jó, ez nekem bejön.
ez már csak ezért megért. Már csak ezért megérte. Én most szerintem pont diétán vagyok, egyébként azért nem sikerült. Én ezt kiveséztem egyébként tényleg. Korrekt volt, finom volt a palacsinta és a pizza is, de semmi extra. Szerintem ezt még megeszem otthon. Ezt még otthon megeszem, még este film közben, biztos simán. Össze lett pupizva. Sziasztok, itt a későbbi Miki beszél. Bár bizonyítani semmilyen formában nem tudom, és igazából teljes mértékben rátok bízom, hogy elhiszitek-e nekem, vagy sem, de ezt itthon, ahogy hazaértem, egyébként meg is ettem tényleg. A palacsintát, egy darab palacsinta maradt, azt pedig odaadtam a Mikikének, aki nagy örömmel behalózta. Pizza Itáliának köszönjük szépen, hogy megvendégelt minket, illetve pedig nektek is, hogy TikTokon ilyen sokan bejelöltetek. Akkor így fogunk elköszönni. Hello, hello, hello. El dente. Burgernél jelöltek be. Hát ezt így most azt látva, azt egyetemi megettem volna. Úgy, mint a pizzát. Simán. Nem, ez durva. Nem, ez pizza, az keményebb volt. Biztos, hogy van rengetegen vannak, akik megeszik. Nekem sem volt annyira messze, de tényleg egyébként a héten elég sok ilyen gigakaját vettünk föl, úgyhogy én most már kicsit pihennék így. De figyelj, ezt szeretem, hogy jobb valaki szegény, mert semmit nem eszik meg, úgyhogy nem azt mondta, hogy ettünk meg, hanem vettünk föl. Ez egy korrekt. Csípős pizzát még rádobtad volna, nem most kamerán kívül azonnal megeszem mindent, ami maradt. Amúgy igen, lekapcsolom a kamerát és mindent betolok. Igen, csak ennyire szerény vagy, hogy te igen, nem szereted, hogy felhájpolnak el. Végre valaki átlátja a zsenialitást. Valaki érti a trükket. De nem mondd már el, mert mindig, tudod, mindig meg kell hagyni ezt, hogy ezt a kaput, tudod, hogy amúgy nem tudom, lehet, hogy megettem. Amúgy tud, ugye Tibi tudja, hogy megeszem, csak nem akarom. Csak nem akarom. Kívül eszik meg minden, mert minden megeszik alá. Igen, csak ilyen szerénykedek, hogy jó, én most ezt nem tudtam. Ugye direkt azért, hogy menjetek és próbáljátok meg, hogy hát, ha nektek sikerül. Én meghagyom másoknak a sikerélmény. Igazából ennyire ez a jó ember vagyok. Nem is arról szól, hogy mi csípesetünk nagyokat eszünk, hanem fellendítjük a magyar vendéglátást. Mondom, ez a palacsinta is lecsúszik, meg a pizza is le fog csúszni. Pupi, jól laktál? Jól. Na. Én annyit a hambihoz egy kicsit plusz sajtot adtam volna, illetve talán a békünt azt egy kicsit jobban lepirítottam volna. Hát akkor 10 forintot légy szíves, tegyél le ide, azt arra köszönjük, te is kívül. Ez a kicsit apróság. Tényleg köszi szépen, srácok! Hello, köszi, hello, hello. Bocsánat, mi van? Tarj keresztbe, így X-be, mint a X-men, úgy, így. De te bazd! Jó, bazd, segre pacsi! Szevasztok! 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 Most végetek! Most végetek!